Üdvözlöm a Weekend nézőit, hihetetlen, de lassan a végéhez közelít az idei nyár. Ez pedig Nyíregyházán annyit jelent, hogy kezdődik a Vidor Fesztivál. Az esemény sorozat részleteiről hamarosan beszélgetünk, előtte azonban néhány a mai témák közül. Bronz kris plasztikákból nyílt kiállítás a Városi Galériában, fotópályázatot hirdetett a megyei levéltár, és természetesen augusztus 20-án Szent István ünnepének történetéről is beszélgetünk majd. Több eseményről láthatnak képes beszámolót, jártunk a Csengeri Csak Fesztiválon, a Sényői Nyugdíjas Találkozón, a 10 kilométeres tiszai úszáson. A stúdióban viszont már itt van velünk Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója. Szia Robi, jó estét! Szia, jó estét! Hát vége van a nyárnak, hál' Istennek hűvösszelek nem járnak, viszont a Vidor Fesztivál jubilál ebben az esztendőben 20. alkalommal kerül megrendezésre. Szinte hihetetlen, hogy te a kezdetektől jelen vagy ezen az eseményen. Igen, a legfontosabb részét el is mondtad a fesztiválnak, legyen jó idő. Ez, amire a legkevesebb hatásunk van, de azért már figyelgetjük az előrejelzéseket, és eddig úgy tűnik, hogy legalábbis az első pár napon nagyon jó időnk lesz. 20. fesztivál nekem is, bár az első fesztiválon még épp hogy csak a színház közelében voltam és tanulgattam a dolgokat, de már a szerződések akkor is részben rajtam futottak keresztül. Most ez sokkal nagyobb felelősség, sokkal nagyobb feladat, és egyben nagyobb kihívás is a 20. jubileumi fesztivált megszervezni, és ilyen nehéz körülmények között úgy kigondolni, hogy minden jogszabályt betartsunk, de közben a Vidor Fesztivál rajongói jól érezzék magukat, és reményeim szerint ez sikerült is megszervezni. Hát ugye első bálozó voltál 20 évvel ezelőtt, de hát most már rutinos versenyző vagy, mégis azért nagy a nyomás, tehát a nézők ugye kezdetben még szinte minden dologra nagyon nyitottak voltak, és nem azt akarom mondani, hogy most nem azok, természetesen most is ki vannak éhezve a különböző programokra, viszont hát annyi mindent láttak már, nagyon színvonalas koncerteket, ugye világsztárokat, itt azért a világzenek képviselőinek a nagyjai jelen voltak a Kossuth téren a nagy színpadon, és hát azért később pedig egyre jobban terjedt, ugye rengeteg kísérőprogrammal a megye több pontjára is eljutott a Vidor Fesztivál, tehát egyre nehezebb ezt a színvonalat tartani, és mégis ugye, ahogy említetted, a nehéz körülmények ellenére is ez az igény. Próbáltatok az idén valamit változtatni, újítani, mondjuk számok és események tekintetében, mennyire változott a helyzet a tavalyihoz képest? Pici újítás van a tavalyihoz képest, de van olyan, ami épp a tavalyi évnek köszönhetően maradt a helyén. A Kossuth téren megszokhatták a nézők, hogy fel volt állítva mindig egy kis színpad, de az előző évben arra kényszerültünk, hogy zárt környezetbe, a Vidor kertbe költöztessük be, ahol csak 400 nézőt lehetett befogadni. Ez egyébként idén is így lesz, tehát a Vidor kertben lesz a kis színpad. De a másik része a Vidor falu, ahol ugye a faházak a gasztronómia szerelmeseinek kínáltak mindenféle ingyenségeket, meg kellett találjunk egy új helyszínt. És teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a Kossuth szobor környékén sokkal kényelmesebben felépíthetőek ezek a házak, és a nézők is sokkal komfortosabban érzik magukat. Ez tavaly olyan jól sikerült, hogy idén meg is tartottuk ezt a elrendezését a Kossuth térnek, és szerintem hosszabb távon is ezt érdemes így csinálni. A főtér nagyszínpadi koncertje az a régi helyén marad. És időpontok tekintetében mikor kezdődnek majd a nagyszínpadon a koncertek? Ezt is változatlanul hagytuk, nem mondom, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, hanem a korábbi évekhez hasonlóan. 7-től és fél 9-től lesznek a koncertek, már amikor koncert lesz, mert két olyan napunk is lesz, amikor színházi előadás lesz. Az egyik a Ankunai szerelmesek, amit sokan ismernek Nyíregyházán, a másik pedig a Gyöngyhaulány balladája, ami ismertebbnél ismertebb Omega slágerekkel van teletűzdelve. Hát azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon népszerű lesz. Annyit azért meg kell jegyeznünk, hogy ugye ez egy szabadtéren kerül bár megrendezésre, de mégis védettségi igazolványhoz kötött, vagy legalábbis egy bizonyos kordonon belül a jelenlét, hiszen fesztiválnak számít, nem úgy, mint az előadások a színházban, tehát ott kártya nélkül is lehet jegyet venni, ha még lehet, ezt nem tudom.
Igen, hát zenés-táncos rendezvényekre más szabályok vonatkoznak, mint az ültetett nézős színházi vagy kulturális eseményekre. Itt nekünk azt kellett figyelembe venni, hogy két lehetőség van, az egyik vagy 500 fő alatt védettségi igazolvány nélkül, vagy e felett védettségi igazolványjal. Ahogy említettem, a Vidorkertben fogjuk tartani az 500 fő alatt, illetve a személyzetet, hogyha leszámoljuk, akkor 400-ban húztuk meg ezt a limitet. A Kossuth téren a nagy színpad előtt viszont az a tér, amit el fogunk keríteni a 9 napból 8 napon, az 2000 fő befogadására lesz alkalmas, és a nagy sztárfellépőnk Majka pedig szeptember 2-án remélhetőleg még nagyobb tömegeket fog vonzani a város főterére. Itt ki fogjuk ezt a lezárt részt bővíteni, és abban bízunk, hogy egy 8000 főre fel tudjuk ott emelni ezt a limitet. Természetesen mind a két esetben csak védettségi igazolvánnyal jöhetnek be, de ezt is úgy mondom, hogy védettségi igazolvánnyal, hogy teljesen ez nem igaz, mert a védettségi igazolvány regisztrációjával fogunk kiadni minden érdeklődőnek egy karszalagot, és magára a fesztivál területére csak ezzel a karszalaggal lehet majd bemenni. Uh-huh. Tehát szerettük volna elkerülni azt a tumultust, hogy ott a bejáratnál kell ellenőrizni az igazolványokat, ezért már jövő hét hétfőtől két ponton a Kossuth téren ezeket a karszalagokat át lehet venni, és péntektől pedig lehet kezdeni a fesztiválozást. Hát igen, hát iszonyú mennyiségű emberre lenne szükség, hogy ugye mindezt ott a helyszínen a koncert előtt koordináljátok. Még egy picit a színházi előadásokra visszatérve, kik lesznek a zsűriben, vagy ki lesz most a zsűri elnöke a fesztivál programnak? Visszatér hozzánk Benedek Miklós, nagy örömünkre. A tavaly évben a sajnálatos esemény miatt nem tudott részt venni a fesztiválon, de nagyon boldogok vagyunk, hogy idén megint ő lesz, és a szokásoknak megfelelően három tagot a zsűriből, a zsűribe pedig a színház bérletesei közül kisorsoltunk az évadzárón, úgyhogy mindannyian nagyon várják már a fesztivál kezdetét. Hát ez egy nagyon izgalmas feladat szerintem a színház rajongóknak, a színház látogatóknak. Postaládákba került már a prospektus? Tegnap óta elkezdték a terjesztést, úgyhogy elvileg a hét végére mindenhol be kell, hogy kerüljön. És hát gondolom, hogy akik nagyon ügyesek voltak, azok már a jegyekkel is rendelkeznek, de hát azért mindig lehet még reménykedni. Van már 7 olyan előadásunk, ami teltházas, de bíztatok mindenkit, hogy az a maradék 9 előadás is lesz olyan jó, hogy érdemes azokra is még jegyet venni. Egy picit azért érezzük a járvány hatását, tehát ugyanebben az időszakban, a korábbi években már alig-alig volt jegyünk, most egy kicsit több van, de még azért van idő, úgyhogy én bízom benne, hogy sikerül ezt a néhány jegyet még eladni. Na hát legyen a vidámság és a derű mindenki, úgyhogy boldog szülinapot kívánunk a 20 esztendős Vidor. Köszönjük a fesztivál nevében is. Kedves nézők, természetesen színházzal folytatjuk. Valóra váltak Friedrich Noémi és Zakariás Máté álmai. A Bencsvillában mutatták be az Álmok című produkciót, melyet a Móricz Zsigmond Színház két művésze állított színpadra. Cuki. Nem vagyok cuki. Soha nem mondd, hogy cuki. Egy színész az nem cuki. Oké. Okay. A plüssmaci. Egy különleges produkció helyszíne lesz itt a Bencsvilla. Hogyan született ez az előadás? Amikor a Kriplit próbáltuk Zakariás Máté kollégámmal még benne a színházba, akkor indult el ez a pandémiás időszak. Mi nagyon sokat vártunk két jelenet között, és ilyenkor mivel tölti el az időt két színész, mint hogy ábrándozik a jövőről. És akkor született meg a gondolat, hogy szeretnénk együtt dolgozni, szeretnénk együtt létrehozni egy előadást. És akkor az egész helyzet adta magát, hogy ezt a témát kezdjük el boncolgatni és dolgozzuk fel. És hogyan esett a választás erre a darabra, illetve hogyan keveredik a darab és a mai, a mi életünk? Ugye Karintinak a Gellért-hegyi álmáról beszélgetünk, ez egy háborús, sújtotta időszakban íródott, egy szökött katona és egy menekülő zsidó lány története, ami pontosan arról szól, hogy két ember bemenekül egy villába, és a bezártságban hogyan alakulnak az ő kapcsolataik, a viszonyuk. És ez szerintem egy tökéletes alap volt arra, amit most mi is megéltünk ebből a bezártságból, hogy hogyan hullámzott, hogyan alakultak az emberi kapcsolatok ezáltal, hogy a négy fal közé voltunk szorítva. Nehéz így ketten együtt dolgozni? Nehezebb, mint hogyha egy nagyobb társulat, egy nagyobb csapat van az ember mellett, illetve mögött?
Persze, hát ez egy egészen másfajta próbaidőszak, hiszen mi dramatizáltuk, mi írtuk a jeleneteket, mi rendeztük magunkat, mi játsszuk, mi találtuk ki a zenét, szóval minden a mi feladatunk volt kettőnké. Ez azért hatalmas erőket vett ki belőlünk, és már-már felmerült a kérdés, hogy vajon lesz-e időnk egyáltalán színészként is foglalkozni ezzel a dologgal. És miért éppen a Bencsvillát választottátok helyszínül? Azért a Bencsre esett a választás, mert a vezetőséggel karöltve úgy gondoljuk, hogy talán ez egy jó terep lehet arra, hogy különböző dolgok születhessenek, és hogy ide csábítsuk a nézőket. És nekünk nagyon-nagyon rímelt a Gellért hegyiben is egy villába menekül a két szereplő, ezért nagyon egyértelmű volt, hogy nekünk is van egy villánk Nyíregyházán, és akkor ide tegyük. Utálom, hogy mindenbe beleszólsz. Van véleményem. Hát nem is tartod magadba. Folyamatosan instruálsz, de könyörgöm tényleg, hogy ne instruálj! Egyáltalán nem instruállak, segítek! Ennél az utolsó monológnál is egyből látszik, hogy nem tetszik, hogy minden rá van írva az arcodra. Milyen volt a próba folyamat Noémivel? Viszontagságosnak mondanám, de nem miatta természetesen, hanem hogy sok dolgunk volt rövid idő alatt. Most nyilván nekünk is össze kellett húzni a nadrágszíjat, mert elég rövid időnk volt, amit össze tudtunk egyeztetni, hogy itt próbáljunk. Úgyhogy mindent felhasználtunk, amit csak lehetett, úgyhogy idegörlő és fárasztó volt, de azt hiszem, hogy megérte. Naponta mennyi órát próbáltatok? Reggel este, igazából ilyen napokat végig, hétvégéken tudtunk pihenni, aztán utána már azt is elhagytuk, mert kellett akkor mindig másra koncentrálni, vagy jelenetet írni, vagy ezt, amazt, és akkor így el voltunk. Tehát, hogy egy csomó próba nem a klasszikus színházi próbák keretein belül szokott, ahogy mozgott, nem úgy sikerült. Mennyire áll hozzád közel ez a karakter, akit alakítasz itt a darabban? Ez nehéz kérdés. Azt hiszem nem, bár biztosan, hogy egy csomó dologban van közös, de hát az én karakterem az egy szökött katona, nekem meg alapvetően szerencsés módon nincsen semmi háborús tapasztalatom, de hogy ettől függetlenül eléggé igyekeztem így a saját személyiségemre formálni ezeket a mondatokat, amik megvannak írva a műben. És mennyire nehezíti meg az a munkádat, a színész munkáját, hogy ebben a kis térben dolgoztok, hogy itt gyakorlatilag karnyújtásnyira ülnek a nézők? Én ezt nagyon szeretem. Mármint, hogy szerintem sokakban, sok színészben is talán megfordul, hogy most túl közel vagyunk, vagy hogy kell itt viselkedni, de én ezt nagyon élvezem, hogy ilyen közel tudunk lenni. Nyilván valamilyen szempontból más fajta színészetet igényel, tehát hogy próbálunk kicsit kisebb amplitúdon dolgozni, mint ahogy ez nagy színpadon elvárt. Ott azért mégiscsak egy nagyobb térben kell jelen lenni. Itt a kicsi dolgok működnek jobban. Korábban volt már közös munkád Noémivel? Itt a Móri Zsigmond Színházban azért, hát amikor az első előadásra, amire jöttem, az Uri Muri volt, és abban a Noémi már benne volt, de ott olyan színpadi találkozásunk nem volt, és a következő próbaidőszak az már a Kripli volt, ahol több közös jelenetünk is volt, ott is született meg ez az együtt dolgozás ötlete. És ez, hogy nem csak játszátok, hanem gyakorlatilag közösen írjátok, rendezitek a darabot, ez mennyire adott egy különleges helyzetet itt az életetekben? Igazából az egész felelősség volt az, ami nagyobb volt ahhoz képest, mint amit itt megszokhattunk. Ennek próbáltunk megfelelni, nem próbáltunk meg semmit sem így félvárról venni. Nyilván próbáltunk segítségeket kérni számunkra fontos szakmabéli emberektől, igyekeztünk azokat be is tartani, és akkor ezen a mesdjén valahogy így végig jutottunk ezen az úton, aminek a vége ez az előadás. Aladár kedves, van egy cigarettája? Ó, én leszoktam, de itt azt hiszem találok valahol. Magát hogy hívják? Kati, nem Zsuzsi. Az is lehet. Vagy Tiffany. Hát, tetszik. Itt a cigarettája, kedves Tiffany! Köszönöm, kedves Aladár!
A világ első nemzetközi éremművészeti alkotó telepe több mint 40 évig működött a Sóston. Vendégünk a művésztelep egyik alapítója, Balogh Géza festő és szobrászművész, aki az itt készült alkotásokból állított össze tárlatot, amint egy 100 kis plasztikából álló kiállítás augusztus 17-én nyílt meg a Városi Galériában. Kezemben tartom Egri Mária könyvét, amely Balogh Gézáról készült, egy gyönyörű album, és engedjék meg, hogy mielőtt beszélgetünk magáról, erről a kiállításról, egy nyitó gondolatot hadd osszak meg önöktől. Azt gondolom, az életben kijelölt utunk van, ennek végigjárása az oktatásban és a művészetben egyaránt szükségszerű feladatom. Úgy érzem, mint Szalai Lajos, a teremtő fogja kezemet, és irányítja a vonalaimat. Hát én úgy gondolom, hogy különleges áldásban volt Balogh Géza része egész élete során, mert ezek a vonalak annyira határozottak voltak, és sok ember számára okoztak gyönyörűséget. Ha csak a mostani kiállításra gondolok, ha csak az elmúlt évtizedekre, vagy azokra az alkotásokra, amelyet mi Nyíregyházán is láthatunk, akár a köztereken, de itt a sóstói éremművészeti alkotó táborban ugye a 4 évtized alatt rengeteg művész fordult meg, és ők is a saját gyönyörűségükre alkothattak. Nos, hatalmas az anyag, ahogy tudom, és ez a város tulajdonát képezi? Most ebből láthatunk, ugye 17-e óta egy tárlatot 100 alkotással. Mit lehet tudni az anyag többi részéről, és egyáltalán milyen tervek vannak ezzel kapcsolatosan? Hát köszönöm a kérdést, mert nagyon jó elképzelésünk van, elképzelésem. Egy picit javítanék, hogy nem én voltam az alapítója ennek, hanem a Györfi Sándor, illetve a Tóth Sándor. Ők tulajdonképpen indították el a Tóth Sándor a homoköntéshez kötődő fajtáját ennek az éremöntésnek, és a Sándor pedig a kisplasztikai részét. Mert tulajdonképpen a legnagyobb dolog itt az volt, amikor a viaszfeszítéses eljárást elkezdte a Györfi Sándor 82-től kezdve. És tulajdonképpen engem is ez ragadott meg elsősorba, mert sokkal szabadabb, sokkal izgalmasabb plasztikába lehetett gondolkodni, amit meg tudok bronzba csinálni. Tehát a homoköntés az egy nagyon kötött terület, és olyan érmet, olyat kell tervezni, hát mindenkinek ez tudható, ha mondjuk egy gipszet öntök egy éremre, amit megcsinálok, és ha így le tudom venni a negatívot, hogy nem szakít alá, akkor ez a homoköntés. Tehát ennek ez a lényege, hogy megköti a formát, és sokkal egyszerűbben, tehát annak a kivitelezése így történik, mert ugye egy érem arról szól, esetleg, hogy megrendelik több száz, több ezer példányba, Tóth Sándornak több ilyen volt, és a homoköntés ilyen szempontból egy egyszerűbb. Azt meg tudják csinálni, és a tervezés is sokkal kisebb. De hát a varázsa az a viaszöntésnek volt, amit Györfi Sanyi Karcagon kezdett el, és úgy derült ez ki aztán, hogy ő szívesen továbbadná, mert ő is kísérleti időszakában volt, és ez is úgy neveztük, hogy kísérleti művésztelep, mert mindenkinek szabadon lehetett a fantáziáját elindítani, és azt, amit elképzelt, megpróbáltuk realizálni. Ebben Sanyival mi ketten állandóan azon, hogy lehetne technikailag megoldani, mert azért ez már nem annyira a szobrászi, hanem a technikai része, de hát most már olyan új anyagok vannak ma már, és nem beszélve, hogy itt, akik itt voltak, művészek külföldi és magyar is, sok esetben elvitték magukkal ezt a fajta technikai kivitelezés lehetőségét, illetve ugye én belekezdtem egy ilyenbe, hogy művészeti szakközépiskolát, amit létrehoztam a Búzó utcán, annak szobrász-bronzöntő szakot is indítottunk. Ma ezek olyan kellendőek, ezek a fiatalok, az egyik például a Makoldi Sándor, akinek most avattuk nemrég a trianoni szobrát a Hősök terén, ő is egy ilyen szakon végzett, és hát tulajdonképpen maga ki tudja kivitelezni ezeket a köztéri munkákat.
Gyakorlatilag ugye az itt alkotó művészek itt hagyták ezeket az alkotásokat, ez előfeltétele volt ennek a művésztelepnek? Igen, ez volt az alapfeltétele. Minden alkotás maradt tulajdonképpen? Nem, vagy nem, volt, amit nem, hagytak, mindet és nem volt, tudtuk, amit vittek? Hanem úgy egyezkedtünk valahogy, hogy 50-50 százalék. És tulajdonképpen van olyan, amit én szívesebben tartottam volna meg, de hát szörnyű rossz szájíze volt az embernek, mikor láttam, hogy majdnem könnyei potyognak, igen, mert ő azt szeretné elvinni. Főleg ugye a Moszkvából vagy bárhonnan jöttek, az elvitte, de volt, aki tulajdonképpen itt hagyta az összeset, úgy, mint ez a Frangóján, egy moszkvai örmény származású szobrász volt, aki akkora profi volt, és most aztán már többszörös milliárdos Oroszországba, mert ezt a technikai lehetőséget ő teljes egészében kivitte oda. Értem. Tehát ő csinálta erre egy nagy vállalkozását, és legutóbb, mikor itt volt, akkor már el is mesélte, hogy miféle munkákat csinálnak, hát hihetetlen. Hát el tudom képzelni, az orosz oligarha megrendel valamit, és akkor ő elkészíti. Ennek fényében ugye ezek az alkotások, amik itt pihennek a Városi Galéria tetőterében, azt gondolom, hogy sok közülük felbecsülhetetlen értéket, vagy legalábbis tényleg jelentős értéket képvisel. Tehát amennyiben ez ugye közkincsé lenne téve, már olyan szempontból, hogy az egész anyag látható lenne egy helyen, azt gondolom, az méltó elismerése lenne ennek a 4 évtizednek. Van erre vonatkozólag valami terv? Hát most, amit Magda mondott, az nekem a legnagyobb álmom. Próbálkozom is már minden irányba, hogy hát, ha valahol tudunk egy olyan lehetőséget találni, mert azért ez turisztikai szempontból is ennek a városnak az egyik legjelentősebb látványossága lenne, mert az a baj, hogy így a galériába ebben nem nagyon mennek be, mert szűkös, kicsi, nem áttekinthető az egész, de most, amit látnak kiállítást, az jó, mert a százat bemutatjuk úgy, hogy méltó módon, mert ugye egy kiállítás az nem abból áll, hogy mint egy polcra végigteszem a munkákat, hanem mindegyiknek megvan, hogy mi viseli el, vagy erősíti föl egymás mellettiségük. Tehát egy kiállítás rendezés az egy nem, művészet. Az megint, igen, mindig mi csináljuk, az az érdekesebb az egészben, mert nem meri vállalni. Most is úgy volt, hogy ott a galériában szóltam, akik szoktak ott rendezésbe segíteni, meg csinálni, azt mondja, jaj, Géza, bár nem, én biztos, hogy nem tudom. Hát mondom, hát csak fölrakja, és aztán majd esetleg én. Nem, ő elkezdeni se nem. Mert kétségtelen, hogy nekünk persze a fejünkben van egy elképzelés, most is, hogy én is azt néztem, hogy legyen egy-egy olyan alkotónk bemutatva, akinek több munkáját is próbálok, 4-5-6 darabot, mert neki van egy nagyon szép anyaga itt, és lehetőleg egybe tartani. Ilyen a Bakos Ildikó, a Szabó György, akinek olyan, de Sanyinak is, Györfi Sándornak is, bár neki ugye most rengeteg anyaga elmegy, mert ő az egyedüli közöttünk, aki aztán Kossuth díjig jutott, és ő most a mezőtúri telepet, ahogy csináljuk, akkor hallom, hogy hát az a sakkos, ami ugye nagyon az egyik legjobban hozzám nőtt munkája volt, mondom, te azt nem találjuk, azt mondja, hát azt nem is, mert azt mondja, nem a gyűjteményben volt. Na mondom, látod, te se azt hagytad itt, amire én úgy emlékeztem, és hát a katalógusban gyönyörűen benne van, azt lehet látni, ez volt a Játszma vége című munkája, egy zseniálisan nagyon szép. Tehát ezt például hiányolom. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Kedves nézők, csak fesztivál néven különleges programnak adott otthont Csenger, színesítve ezzel a szatmári település kulturális életét. A rendezvény sorozat szakmai vezetője, a város szülötte, Eszenyi Enikő, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező volt. Neither.
hogyan jött létre itt a Csak Csengerben? Én ezen a fantasztikus, csodálatos helyen születtem, itt Szabolcs-Szatmár megyében, és én mindig is nagyon fontosnak tartottam azt, hogy honnan jöttem, és nagyon szerettem az itteni embereket, azt, amit innen kaptam, és már ez nagyon régóta ért a fejemben, hogy egyszer csak itt, mint ahogy a nagyapám itt tanított, ahogy az édesanyám, ahogy nagyon sokan a családból, a rokonságból rengeteg pedagógus van, hogy én itt fogok dolgozni majd egyszer Csengerben. És 30 év, most már 32 évvel ezelőtt, amikor város lett Csenger, amiben nekem is volt egy kis szerepem, és 2 évvel ezelőtt itt volt egy városavató, ugye megemlékeztünk arról, hogy már 30 éve város lett Csenger, és akkor én a közgyűléstől kaptam egy helyet használatra, tehát nem örökbe, hanem hogy használhatom azt a helyet, és akkor megfogalmazódott bennem, hogy el lehetne indítani azt a workshopot, amit éveken keresztül én csináltam Szentpétervárot, Washingtonban, aztán a Vick Színházban, és hogy ezt folytassam tovább. És hogyan fogadják a fiatalok, illetve hogyan fogadták a fiatalok tavaly, illetve az idén ezt a lehetőséget, hogy lesz ez a workshop? Ez nagyon fontos számomra. Mindig is fontos volt a fiataloknak a, hogy is mondjam, tanítása a fiataloknak, a, hogy hogyan engedni erre a csodálatos pályára azt az utat, amit elkezdenek abban segíteni őket. És itt határon innen és határon túlról is vannak hallgatók, vagy vannak már olyanok, akik már színészek 1-2 vagy 3 éve, és ebben az a legelképesztőbb, hogy egy szlovákiai magyar egyetemista, aki a Pozsonyi Egyetemen tanul, az nagyon kevés esélye van, hogy egy kolozsvári egyetemistával játszon együtt. Tavaly, amikor csináltuk a Sirály jeleneteket, akkor pont egy szlovákiai-magyar fiú, a Bence, együtt játszott a Sepsi Melindáról, aki Kolozsvárot játszott. És ez egy óriási dolog, mert különböző országokból jönnek a hallgatók, de mégis ugye magyar nyelven beszélnek, és ott az ő például Szlovákiában ők nem tudnak magyarul játszani. Az egyetemen van beszédórájuk, meg nyilván van magyarul néhány órájuk, de nem olyan sok. Úgyhogy itt magyar nyelven tudjuk őket terelgetni, itt a szabadság érzetet kell. Tehát a szabadság érzetet a művészetben az, ami egy fontos út. Önkéntesekkel közösen festették ki egy Mánduki Szociális Intézmény helyiségeinek falait, annak dolgozói. Egy település szépítő egyesület pályázatán nyerték meg az ehhez szükséges festékeket és a dizájntervet. A kiírás célja az önkéntesség népszerűsítése mellett színt vinni az emberek életébe. Ecsetek és festőhengerek különféle méretben és formában, és rengeteg színű festék a vödrökben. Ezekre mind szükség volt augusztus első péntekén Mándokon. A térségi szociális központ fogyatékossággal élők nappali ellátását szolgáló épületét aznap önkéntesek lepték el. A céljuk közös volt, együtt csempészni szint az itt megforduló és egyébként nehéz sorsú emberek életébe. A közösségi festés a Leckálar Telepítés Szépítő Egyesület felhívása adott lehetőséget, amelynek egyik idei nyertese a Mándoki Intézmény lett.
A közösségi médiában láttuk a pályázati felhívást, és ezen gondoltuk, hogy akkor elindulunk, és akkor megpróbáljuk színesíteni ezeket a falakat. Ugye a veszélyhelyzet idején a nappali intézmény az sajnos zárva volt, úgyhogy nem volt itteni tartózkodás. Gondoltuk, hogy addigra, mire újra meg tudjuk nyitni ezt az épületet, az ellátottak előtt addigra egy kicsit színessé varázsoljuk, úgyhogy ez volt az alapötlet. Mi az, ami akkor végül is itt megtörténik a mai nap folyamán, és ebbe kik hányan vesznek részt? A mai nap folyamán itt a közösségi tér szinte minden fala, itt a klubrész, a étkező helyiségünk, illetve ott három szobánk van hátul, ami ilyen pihenésre, foglalkoztatásra alkalmas szoba, azoknak a szobáknak egy-egy fala fog megszínesedni a mai nap folyamán. Körülbelül 30 önkéntessel dolgozunk itt, és ők azok, akik ezeket a festési munkálatokat végzik. A falakat festők között voltak az intézmény dolgozói, de más településekről is érkeztek önkéntesek. Tiszavezdéről is többen jöttek, a település vezetője is ecsetet ragadott. A saját településemen is nagyon szerettem az önkéntes megmozdulásokat. A térségi szociális központ az mindig élen jár a közösségi munkában, az önkéntes munkában, és most intézményvezető asszony pályázatta Let's Color pályázatra, és innen értesültem, tájékoztatta az eredményről a önkormányzatokat. Örömmel jöttem, egy kis saját munkát hoztam ide az intézménybe. A pályázatot idén 10. alkalommal hirdették meg. Az elsődleges cél a kezdetek óta mit sem változott szint vinni az emberek életébe, mindeközben pedig az önkéntességet népszerűsíteni. Bármely olyan hazai közösség jelentkezhetett a 10 000 fő alatti és feletti települések kategóriájában, amely tevékenyen részt akar venni ebben. Az elmúlt években jellemzően nevelés és oktatási intézmények pályáztak, de vasúti aluljáró, orvosi rendelő és művelődési központ is megszépült már a felhívásnak köszönhetően. Az idei kiírásra minden eddiginél több 143 pályázat érkezett. A 3-3 döntős kilétéről online szavazás döntött, a finishben pedig egy szakmai zsűri pontozta ezeket a pályázatokat. A legfontosabb szempontok általában azok, hogy egyrészt maga a pályázati anyag az megmutatja azt, hogy technikailag kivitelezhető-e a festés, hiszen vannak azért olyan pályázatok, amik ugyan megfelelnek a szigorú értelemben vett szabályoknak, mégis vannak benne olyan nehézségek, amik az önkéntesek számára nem feltétlenül teszik lehetővé a festést. Illetve ami még fontosabb szempont az az, hogy próbáljuk azt mérlegelni, illetve a zsűritagok próbálják azt pontokba önteni, hogy vajon milyen hatással lehet a helyi közösség életére az a változás, amit egy ilyen festés tud hozni. A pályázati kiírás szerint 800 négyzetméterre lehet pályázni maximum. Nyilván attól függően, hogy ki a nyertes, illetve mivel pályázott, ez valamikor 800, valamikor csak 400 négyzetméter. Tehát az erre a felületre való teljes festéket alapozó anyagtól kezdve a színes festékig biztosítjuk nyereményként, illetve azért ennél többet is, hiszen magát a falra kerülő mintát is mi tervezzük meg. Nyilván a helyiek igényei szerint, tehát senkire nem erőltettünk rá egy olyan mintát, ami adott esetben neki nem tetszene. Tehát a nyertesekkel mindig konzultálunk a festés előtt, elmondják, ha van esetleg a fejükben konkrét ötlet, amit szeretnének megvalósítani, és nekünk vannak ilyen speciális tervező kollégáink, akik utána három különböző látványtervet készítenek el a megbeszélések alapján, és ebből a három tervből választ általában a nyertes egyet, amit a végén megvalósítunk. A megvalósításban is segítünk, hiszen ahogy ma is itt vagyunk Mándokon, úgy minden festésünkön jelen vagyunk, tehát koordináljuk az önkéntesek munkáját. Az önkénteseknek gyakorlatilag csak az a feladatuk, hogy a falakra előre felrajzolt ilyen kifestőkönyvszerű beszámozott flekkekbe kitöltsék festékkel a falfelületeket. Az egyesület azt tapasztalta, hogy a festésről szállt csapat később más projektekbe is bele fog közösen. Hosszú idők után újra együtt ünnepelhettek az idősek. Sínyőn rendezték meg a Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének kulturális seregszemléjét. Több tucat egyesület lépett fel az eseményen, egyéni és csoportos produkciók is színesítették a programot. Barátokkal gyakran összejöttünk, kutattuk a fényes szép jövőt. Mindenféle nagy terveket szőttünk, mit könnyedén majd véghez is viszünk. Ábrándos szép napok
sláger csokorral lépett fel az Alvégesi Nyugdíjas Egyesület sényűn. Nem ők voltak az egyedüliek, akik szórakoztatták a mintegy 400 fős közönséget a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyugdíjas szervezetek szövetségének kulturális seregszemléjén. Volt olyan kórus, amely citera kíséretében énekelt, voltak, akik cigány táncra perdültek, de egyéni produkciók is akadtak szép számmal. Sodor az élet ár, szülőfalom, emlékek él szívemben, fölötte leng a néma kulcsunál. A kilátogató idősek az elmúlt másfél év megpróbáltatásai után a korábbi eseményekhez képest is felszabadultabbak voltak. Nagyon örülünk, hogy ennyi idős embert, ennyi nyugdíjtársunkat itt köszönhetünk Sényű településen, ahol már negyedik alkalommal találkozunk ilyen nagy rendezvényen, és külön örülünk, hogy ennyi bezártság, ennyi időbezártság után újra együtt lehetünk, újra köszönhetjük egymást, és természetesen fizikálisan, mentálisan és a mai napot arra szánjuk, hogy egy kicsit töltődjünk, hiszen jól esik találkozni, és különösen ezen a településen, ahol ilyen szeretettel fogadnak bennünket, ahol a szociális szolgáltatók között munkatársai, illetve a vezetőóvónő, a képviselőtestület és nem utolsó sorban a polgármestere mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenki jól érezze magát ezen a gyönyörűséges szép napon. Arról nem beszélve, hogy természetesen mentálisan szeretnénk feltöltődni, hiszen ez a másfél év kihagyás, ugyan június 1-én volt nekünk egy megyei sportnapunk, ahol több mint 300-an vettünk részt, és ott is már egy kicsit erősödött a szövetség, de sajnos azt is el kell mondani, hogy több egyesület megszűnt a pandémia alatt, illetve voltak vagy egyesületvezető, akik elhaltak, lebetegedtek, és nincs utánpótlás, nincs aki átvegye a stafétabotot. Szerencsére vannak új egyesületeink, akik csatlakoztak a megyei szövetséghez, hiszen azt szeretnénk elérni az elnökség tagjai, hogy a megyében élő idős emberek tartozzon a közösséghez, mert hogy a közösségre szükség van, a közösségben tudjuk egymást erősíteni, egymást segíteni, egymást búját, baját, örömét megosztani, és ez mindennél fontosabb. A másik pedig nagyon lényeges, hogy azért, mert valaki nyugdíjas, vagy már betöltötte a 80. életévét, hiszen a gerontológia értelmében az időskort 80 évtől 90 évig számítjuk, a 65-től 80-ig csak idősödő korról beszélünk, és természetesen nem azt jelenti, hogy otthon vagyunk, és leülünk a karosszékbe, és nézzük a török filmeket, hanem tevékenykedünk, teszünk azért, hogy az életminőségünk azért minél tovább megtartassuk, és ne váljunk kiszolgáltatottá. Tehát ezért vagyunk ma is itt, hogy egy kicsit fizikálisan, mentálisan tegyünk az egészségünkért, és ismerkedjünk, és új barátságok kötődjenek. A délelőtti és kora délutáni előadásokat követően az önfelett mulatozásé volt a főszerep Sényűn. Pár perces történelem óra következik, az augusztus 20-ai ünnep történetével foglalkozunk Jakab Attila régész múzeológussal. Jó estét! Jó estét! Hát a szívedhez közel áll, ugye, ez a korszaka a magyarságnak, amelyről most fogunk beszélni. Igen, részben ezzel a korszakkal foglalkozom, úgyhogy mondhatjuk, hogy igen. De mi a kedvenc területed, vagy korszakod? Hát én középkori templomok kutatásával foglalkozom alapvetően, meg a honfoglaláskor a másik szívem csücske. Na hát most beszélgessünk az augusztus 20-áról, Szent István napról, illetve hát magáról az állam alapítás ünnepéről. Ugye sokan, akik már nagyon régen voltak történelem órán, lehet, hogy nem is emlékeznek rá, vagy nem tudják, hogy honnan is ered maga az augusztus 20-ai ünnepünk. Igen, hát azt tudni kell előjáróban, hogy három nemzeti ünnep van alapvetően, ami
Nagyon fontos, ugye ez a március 15, az október 23, illetve az augusztus 20, de az augusztus 20 még abból is kiemelkedik ebből a szempontból, hogy ez hivatalos állami ünnep, ellentétben az előző kettő, amit nyilván természetesen megünneplünk, de mint állami ünnep ez a hivatalos napja. Úgyhogy mit is ünneplünk, vagy miért pont augusztus 20-a kérdezhetnék sokan, ugye mert nevezték ezt egyébként ugye alkotmány ünnepének egy időben, új kenyér ünnepének, de most ugye Szent Istvánhoz kötődően az augusztus 20, az tulajdonképpen nem más, mint ugye sokan tudják nyilván, hogy 1038-ban hunyt el István, ugye akkor még nem volt szent, erre majd csak 1083-ban kerül sor, amikor is a későbbi egyik utódja László, aki egyébként nyilván azt is sokan tudják, hogy ő is később ugye Szent László néven ismert, hogy 1083-ban ugye Székesfehérváron temették el Szent István királyt, és ő gyakorlatilag az ereklyéket felemeltette ezen a napon. Ugye maga Szent István augusztus 15-én hunyt el, a nagy boldogasszony napján, és majd ezzel a közeli fél évszázaddal később pedig megtörtént a felemelése, ami gyakorlatilag abban az időszakban gyakorlatilag a szenti avatásnak az egyik első lépcsőfoka volt. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy egy szarkofágba lett eltemetve, és gyakorlatilag a testét kiemelték, és oltára helyezték, ez volt az úgynevezett eleváció, és ez tette meg az első lépést a szentély avatáshoz, ami később ezen a napon történt meg, és ez így rögzült. Fontos tudni egyébként, hogy nem csak ő volt ezen ebben az időszakban, ebben az évben, hanem a fia, a korán elhunyt Imre herceg is, ugye őt Szent Imreként ismerjük, illetőleg Imre hercegnek a tanítója, Istvánnak a kortársa, Gellért is, őt pedig ugye Szent Gellértként tartjuk számon. Tehát, hogy ez gyakorlatilag a 11. századra visszamenő ünnep az, amiről beszélünk, amelynek nyilván más-más időszakban más-más aspektusa volt, hiszen említettük, hogy egy időben alkotmány ünnepeként több mint fél évszázadon keresztül így hívták az ünnepek sorában, de nyilván ennek semmi köze nem volt ilyen szempontból Szent Istvánhoz, csak a napot tették ezzel. Mondjuk az elmúlt évszázadban mennyit változott ez az ünnep? Ugye ma már egy kialakult formája van ennek. Ugye a körmenetek, ugye azok Szent Jobbnak a körmetekben való hordozása például a 19. század elejére, 1818-19-re tehető, és ez egy akkor elindult folyamat volt, amely majd csak a 45 után szűnt meg egy időben, és majd 89-ben indult, ugye ekkor történik a Szent Jobbnak a körbehordozása, ugye a Szent Jobb az gyakorlatilag Szent Istvánnak az említett alkalommal pont nem előkerült testrésze, mert amikor megtörtént ennek a szarkofágnak a kinyitása, akkor döbbenten látták, hogy hiányzik a jobb keze. Uh-huh. És ennek az volt a magyarázata, hogy az István halálát követő zűrzavaros időkben az egyik egyházfi úgy látta jónak, hogyha ezt tehát elrejtették a sírját, pontosabban a tetemét, és mikor visszahelyezték a szarkofágba, akkor ennek során az egyik a jobb karját azt levágták, mint egy ereklyeként egyébként. Uh-huh. És ennek... És ez hol volt? Igen, ezt őrizgették, és egy Szent Jobb nevű település létezett később, ami ma Románia területére esik, és évszázadokon keresztül ott nyugodott, egy monostort is építettek ennek tiszteletére, majd később a török előrenyomulás következtében is, egyrészt Székesfehérvárra, majd később Ragúzába vitték, tehát ugye ez a mai Horvátország területére esik, és majd onnan hozza vissza Mária Terézia királynő 1771-ben ezt a Szent Jobbot, amit pedig 1971 óta a Szent István bazilikába őriznek. Egyébként a II. Világháborúban kivitték külföldre, akkor Szent Koronával együtt, és több más ilyen értékes dolgokkal együtt, de ez viszonylag hamar, még 45 folyamán visszakerült, ugye a Szent Koronát pedig csak 78-ban kaptuk vissza. Magának a körmenetnek, illetve a Szent Jobbnak a körbehordozása milyen célt szolgált? Tulajdonképpen ez ugye egyházi ünnep is volt, Szent István tisztelete. Ugye ő halálos ágyán, halál előtt egy nappal, ő, ahogy említettem, augusztus 15-én halt meg, halál előtt egy nappal az országot felajánlott a Szűz Máriának, nagy boldogasszonynak ebben a kontextusban. És hát nyilván ennek ilyen egyházi jellege is volt, hiszen nem csak világi tiszteletről beszélünk, hiszen a szentek alapvetően egyházi körbe tartoznak, de ennek, tehát a 20-án volt a ereklyék kiemelése, 15-én pedig a Szent István halála, de nyilván azért is tette Szent László, a későbbi Szent László
20-ára ezt, hiszen a Mária tisztelet az mindenképpen elsődleges volt egy világi személlyel szemben, még hogyha szenté is avatták, de ez az alkalom lehetőséget nyílt annak, hogy ezt a napot nevezzék ki az ünnep alkalmává. Egyébként csak elmondanám, talán érdekesség, hogy a tűzi játék az ugye a szerves részét képezi az ünnepeknek. Ugye ez gyakorlatilag már 1927 óta történik a tűzi játékkal való ünneplés, ami 56 után egyébként 10 évig nem létezett, de 1966-tól kezdve egyébként a megszokott módon történik legalábbis a tűzi játéknak a megkoronázása idézőjelben ennek az ünnepnek az esti időszakban. És ez így lesz most 2021-ben, és sőt, minden idők legnagyobb tűzi játékával készülnek. Hát Attila, nagyon szépen köszönjük ezt a kis történelemórát, akinek pedig minden kérdésre, vagy esetleg felmerülő kérdésére nem adtunk választ, annak javaslom, hogy keressék a József András Múzeumot benne. Többek között téged, mint muzeológust, és akár egy ilyen rendkívüli tárlatvezetés alkalmával minden kérdésre válaszoltok. Ugyan. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Kedves nézők, Novák Ferenc olimpiai bajnok kenus és Kucsera Gábor világbajnok kajakozó is tagja volt a Tiszai Challenge nevű sporteseménymentő csapatának. A 10 kilométeres nyíltvízi úszást második alkalommal rendezték meg Tiszabercel és Balsa között. Van csoki nálunk, üdítők, energiaita, mentő mellény. Úgyhogy hozzánk lehet jönni, mert csak az a kérdés, hogy ki, mi kihez menjünk, hogyha mi kerülünk bajba, ha nem bírjuk. Kérdés, igen. Novák Ferenc és Kucsera Gábor a legalább 30 éves sportmúltnak köszönhetően már lazán, humorral és baráti ugratással vágott bele a 10 kilométeres nyíltvízi kihívás a Tiszai Challenge teljesítésének, felkészülve arra, hogy együttműködjenek a mentőcsapatokkal és segítséget nyújtsanak az esetleg elfáradt úszóknak is. Elhoztam a barátomat, Kucsera Gábort, aki vállalja az egészet, és így úgy döntöttünk, a kiskucsi meg nagykucsi, kiskucsi együtt lenyomjuk ezt a 10 kilométert, de kenuba, nem úszva. És akkor támogatjátok egymást, hogyha jól értem. Ez úgy történik, hogy én beülök előre, vagy befekszem, és akkor a kucsi megmutatja, hogy milyen jó sportoló. A szombat délelőtti evezés élményre még az élsportolóknak is figyelni kellett. Nem egyszerű feladat, főleg az, hogy kerúban nem nagyon szoktam 10 kilométert evezni, de hát egy olimpiai bajnokkal azt gondolom, hogy ez nem lesz nehéz. Úgyhogy ez tényleg az ilyen kis baráti, egyébként ilyen kis kiruccanás, meg a Beni végre először beül velem egy kenúba, meg a Ferivel, aztán megpróbáljuk élvezni ezt a mai napot. Kovács Rita nem csak a bemelegítésben segítette az úszókat, hasznos tapasztalatait megosztotta azokkal, akik hozzáfordultak tanácsért. Itt ugye végig bólyák vannak a bal parton, és a bója és a part között ússzanak végig, ha lehet. Nyilván most a hajóforgalom az le van állítva, de akkor is ott nyilván biztonságosabb. Meg arra, hogyha rosszul vannak, akkor rengeteg kanyus és kajakos lesz, bátran álljanak meg, és fogják meg a csónakot, és pihenjenek meg egy kicsit. Szombaton enyhébb volt a folyó sodrása, és a víz kellemesen hűs volt. 3-4 órára kellett beosztani az energiákat. A nyíltvízi úszáson rutinos úszók vettek részt. Két alkalommal átúsztam a Balatont, illetve a Tiszán nőttem fel, tehát gyakorlatilag azért elég sokat úsztam a Tiszában. Mostanában főleg úszodában úsztam. Van egy sodrása is a víznek, teljesen más, mint egy úszodai közeg. Miben fogja ez meghatározni az úszásodat? Hát annyiban fogja meghatározni gyakorlatilag, hogy gyors úszásban nem tudok úszni, sajnos nyílt vizen egy kicsit kacsázok, de egyébként mellúszásban szerintem sokban nem befolyásolja. Segíti? Hogyha erősebb a sodrás, akkor jobban segíti az úszást, de most elég alacsony a sodrás. Ugyan tervezed, mennyi időt fogsz a vízbe eltölteni? A szervezők azt mondták, akár 3-4 órán keresztül is az embernek úsznia kell végig. Igen, a Balaton átúszás is nagyjából egy ilyen két óra hosszúságú volt. Gyakorlatilag itt én is úgy tervezem, hogy ha alacsony a sodrás, vagy kismértékű a sodrás, akkor egy olyan 3-4 óra hosszát tervezek. A kihívás valódi közösségépítés is volt. Egy baráti körön belül volt, aki úszott, volt, aki segítőként vett részt a kihívásban. Mindenki megtalálta a rászabott szerepet. A 10 kilométeres szakás az nagyon-nagyon kemény, úgyhogy az úszók is ezért felkészülten kell, hogy jöjjenek, mert 10 kilométer nyílt vízen az nem egyszerű.
Azt is mondták, hogy ugye folyamatosan arra kell törekedni, hogy egy bolyba legyen mindenki, és nem szabad nagyon belehúzni akkor is, hogyha az embert vinni a szenvedély és elkapná a sportütem. Hogyan osztjátok be az energiáitokat? Hát megpróbálunk összhangba mozogni, mindenkivel közösen mozogni, felesleges szerintem olyan hamar előre menni, mert élvezzük a gyönyörű tájat is nyilvánvalóan, úgyhogy megpróbálunk bolyba maradni, hogyha valaki fáradt, akkor nem evez addig, felosztjuk, négyen megyünk egy csónakba, úgyhogy kettő-kettővel nyugodtan fel lehet osztani az energiát. A második tiszai challenge nem csak élményúszás volt, a célállomáson a Balsai Látogatóközpont területén egész nap tartalmas programokkal készültek, a délutánt Badár Sándor humorista nyitotta meg. A szívem az köt a Tiszához mindenféleképpen, sőt, még itt is eveztem keresztül többször, ez majd a műsornak a szerves része lesz egyébként, a feltárása, hogy hogyan és milyen időpontban, illetve hát talán akkor, amikor mi jöttünk erre, akkor egy kicsit melegebb volt a víz, aztán szívesen fürödtünk is, mondjuk nem ilyen hosszú időre, mint amin most ők úsznak, hanem csak egy kis merülésre, aztán vissza a kenóba, de hát egy izgalmas, vadregényes víz, az biztos. Mi azt érezzük, hogy ki vannak éhezve az emberek eléggé a humorra, meg a közösségre elsősorban, mert ugye egy hosszú időn keresztül lettünk bezárva, meg összezárva, és ez nem mindenkinek volt, teszem föl, pozitív, de igazából véve pont azt érzem, hogy mindenkiből ott a bezártságon belül kijött a humor, tehát az interneten azért nagyon komoly házi humorok indultak el, mémek, meg minden egyéb, ami ott terjed, illetve hát nagyon sokan kérdezik, hogy mikor lesz majd egy igazi élő föllépés, és most már hála Istennek van is, tehát nem csak az, hogy egyedül állunk, de egy darabig egyedül álltunk, mert ugye a betegség, vagy hát ez a Covid elválasztott egy kicsit a közönségtől bennünket, meg nem mindenki tudott jönni, de most már azt gondolom, hogy talán helyreáll a rend, és hogyha nem ér el bennünket még egy hullám, meg eléggé korrektek leszünk arra, hogy be is tartsuk azokat a szabályokat, amiket kérnek tőlünk, akkor a rendes kerékvágásába fog majd beállni újra az élet, és akkor minden megy úgy, mint régen, vagy talán még jobban. Én bízom ebbe. Este koncertekkel várták az érdeklődőket, Tóth Andi és a Tortuga zenekar után a Boniem is fellépett a második tiszai challenge-en. A szervezők úgy tervezik, jövőre sem maradhat el a rendezvény. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, viszontlátásra!